Hát sziasztok! Köszöntök szépen mindenkit a mai videóban. És kijött a Summer Vacation Europe Event, amire ugye mindenki nagyon várt, legalábbis én tényleg nagyon. És bizony már elkezdtem vinni több mindent. Már néhány napja kint van ez az event, és idáig azt mondom, hogy jónak tűnik, de majd természetesen majd az event vége felé fogjuk a következtetéseket levonni. Az első dolog, amit ki kell vinni egy ilyen event nap, az a main, ez az alap cucc. Annyi a lényeg, hogy naponta ezt mindenképpen ki kell vinni, végig kell játszani, és én azt ajánlom nektek, hogyha minél nagyobb játékos szeretnétek, akkor vigyétek a normált, de egyébként én az expertet szoktam, hogy gyűjtsem a tokeneket, amikkel fogok tudni ma nyitani a scoutingnál játékosokat. Tehát srácok, lányok, ezt naponta kötelező kivinni a maximális jutalom érdekében. És a scoutingnál én jelenleg gyűjtöm a pontjaimat, és a legutolsó körnél fogom elkölteni. Ez azért egy jó taktika, mivel hogyha mindig kinyitanám ezeket a dolgokat, akkor nem lenne, vagyis kevés lenne az esélyem arra, hogy nyithassak legalább egy a Stage 3-ban lévő játékos közül valamelyiket, szóval ezért döntöttem úgy, hogy inkább gyűjtögetem a tokeneket az utolsó ilyen játékos körre, mert ugye két hetente ezek a játékosok cserélődnek. Itt van néhány jó játékos, hogyha le fog jönni az ára Kulusevszkinek, akkor szemezgetek vele, mert egyébként jobb, mint Sancho, és az a négyes láb az még talán állvén. És egyébként, hogyha nektek szükségetek van erre a Kluviertre, akkor talán, és hogyha lesz elég pontotok, akkor lehet lenne értelmem költeni token, de nem vagyok benne biztos, hogy free-to-play-be kijönne, szóval igen. Na de nézzük is a zászlókat. Én nem fogok egy 97-es játékosra rámenni, mert jelenleg nincs szükségem rá, viszont szüksége van Wijnaldumra, akinek a statjai sokkal jobbak bármelyik középpályásnál, amelyik a csapatomban van. Szóval igen, rá fogok menni, és Unierő nem szimpatikus, amúgy is gyenge statokkal rendelkezik. Még aki opció lenne, az Zaniolo, de a 3-as weak foot az egyáltalán nem elfogadható nálam, de hogyha ti kipróbálnátok, akkor simán, és ugyanezt mondom Wernerre is, akinek már 4x5-ös a lába, és a statjai is olyan közepesen jó formák, szóval akinek nincs egy jó csatára, vagy keres egyet, akkor free to play-be ott van Werner. Itt van ez a Hinteregger is, ő se olyan hű, de rossz, de én más szemeltem ki. És a magyar gyerek is itt van, Szoboszlai Dominik, kérem szépen. Nem rossz statokkal rendelkezik, de lehetnének jobbak is. 4x5-ös weak foot, csomó trade-tel rendelkező játékos, szóval szerintem jelenleg úgy sincsen annyi left midfielder a játékba, szóval hogyha keresel pont egy elemet, szerintem tökéletes választás lehet. És itt nem, elé nem kell Hinteregger, nekem már itt van Upamecano, akit ha minden igaz és nem rontom el, akkor free to play-be ki tudom szedni, ahogyan ezt ti is megtehetitek, csak kell teljesítenetek a küldetéseket. Ez az új mód, ez a National Matches, szerintem egy nagyon vagány kis mód, mert rengeteg kis ilyen jutalmat lehet szerezni, akár pontot, akár tokent, szóval ezt ne hagyjátok ki, és vigyétek. Itt lennénk a PES-ben, és érdemes teljesíteni a daily activity-ket, hogy itt is megszerezzétek a maximális jutalmat. Elég jóknak tűnnek, szóval ki tudja, ha szerencsétek lesz, akár nyithattok egy elitet, akár egy eventes játékost, sose lehet tudni, szóval meg kell próbálni. Ehhez az eventhez érkezett challenge mód is, spanyol játékosokkal kell feltöltenünk a csapatunkat, szám szerint 8-at kell a csapatba helyezni, ez nem teljesíthetetlen feladat, szóval itt is vagyok.
Ezeket a mérkőzéseket így utólag alámondással kommentálom, remélem ezt megértitek, most úgyse ezeken van a hangsúly, hanem egy ilyen rövid kis összegzésen. Tehát még egyszer beszéljük át azt, hogy hogy is lehet a maximális jutalmakat kiszedni az eventből. Elsősorban naponta ki kell vinni a küldetéseket, ott a déli questeknél, másodjára pedig az eventbe a main résznél. Ott ki kell vinni mindent, hogyha fontos neked az ászlónál a minél magasabb értékelésű játékos, akkor ajánlom, hogy a normál szintet vidd az utolsó skill game-nél, hogyha inkább nyitogatnál a tokenekből, akkor menj az expertre, és ezek után vidd ki a national meccseket is teljesen, és akkor elegendő pontot szerez arra, hogy minden ilyen zászlós résznél ki tudj szedni egy 97-es játékos garantáltan, mint most például Wernert, és kihangsúlyozom azt is, hogy ezek 3 hét múlva ki fognak cserélődni, és az összes pontod el fog veszni, szóval ne felejtsd el elkölteni az egészet, és 3 hét múlva újra próbálkozhatsz ugyanilyen pontokkal, talán másabbak lesznek egy kicsivel, nem tudom. Szóval igen, és még amit ugyancsak ajánlok, van ez a challenge mód, ezt is érdemes kivinni naponta, amikor van ilyen mód a maximális szintig. Szóval igen, nem egy nehéz kis event, egyszerű az egész felépítése, egyszerű a jutalomszerzés, a többi ilyen dolog, szóval nem lesz nehéz dolgotok. Az a lényeg, hogy ne felejtsétek el lejátszani az eventbe a skill game-eket, kivinni a daily activity-ket, a küldetéseket, és ezáltal elég szép kis jutalmat lehet összeszedni, és egyébként is ez az event augusztus 10-valahányadikáig fog tartani, szóval nagyon hosszú event ez az egész, kb. A toccal egyenértékű, nem tudom, már a toccot nem játszottam végig, de semmi gond, szóval még egyszer mindent ki kell vinni, és gyűjtögessétek a pontotokat. Én személy szerint azt ajánlom, hogy a tokeneket, amikkel lehet scoutingolni, azt csak az utolsó héten költsétek el, mert akkor nagyobb az esélye, hogy kipekkeltek egy 95 fölötti játékost a Stage 3-ból. És ennyi is lett volna, amit én hozzá szerettem volna fűzni. Itt még nézzétek végig azt a kis gameplay részt, amit a challenge módnál lejátszok. És majd aztán pedig találkozunk a következő videóba, ami nem mellesleg egy csapatértékelős rész lesz, szóval igen, vissza fogok térni, és hogyha szeretnétek csapatokat küldeni, akkor az Instagramon ezt megtehetitek, itt van a felhasználó nevem, nyugodtan kövessetek be, mert 750 követőnél tervezek egy újabb nyereményjátékot, egy ilyen kis hit-to-hídes cuccot, amilyen volt 1000 feliratkozónál, szóval érdemes ezt megtennetek, és majd találkozunk nem sokára a következő videóban. Addig is legyetek jók, további jó szórakozás nektek, sziasztok!
arms and go.